Csinál mindenki, ez itt Enkris, és ugye az előző részből emlékeztek, hogy a szigetnél álltam meg, ami tele van ellenféllel, vagyis két darab látszik rajta, úgyhogy menjünk ilyen kommandós módon. Hoppá, itt egy halacska. Mi van, halacska, mit akarsz? Szeretesselek megfele? Hm? Kis kaját kértek. Jaj, már itt vannak a barátaid is. Gyertek nyugodtan. Nem vagytok szé... Mi a kurva anyád, bazd meg? Menjél már a faszomba, még meg is harap! Egy hal! Jézus Mária! Na, takarodjunk ki ebből a rohadt vízből. Ne eszedten rohadt tetű hal. Mindjárt fogok egy petszabadot és kifoglak, bazd meg. Na. Ja, hogy ezek voltak a piros pöttyök. Aha, a vízbe voltak, szóval nem is a száraz földet. Földette. Ez mi? Ladystone. De Lady Rayleigh... Ez jó. Ez fasza, ez kell. Jó, regenerálódik a életem, úgyhogy ez elég hasznos lesz. Fasza. Jajunk oda át. Nézzétek meg, stealthből támadtam. Na mindegy, nem fogunk utána futni, mint az előző után. Menjünk szépen, itt van egy ilyen dungeon előttünk, látjátok? Pont az az ikon ott a térképen, ezen a... Hoppa, ez mi? Valami hunter. Hát mindegy, nem támad, akkor... Öljük le. Amíg nem támad meg ez a rohadék. Ez a hunter, ez veszélyes, a Left 4 Dead-ben is úgy hívták azt az ellenfelet, azért kell megtámadni. Azt a kurva, ez mi volt? Kivégzés? Jézus, mennyi cucca van? Hú, mindet el kell venni. Tékal. És bugyira vetköztettük, amíg... Vagyis a fekete nőszemét. Menjünk tovább. És itt van egy lova neki! Hú, ez az, fasza. Lóról lehet vajon harcolni? Mi a franc? Atya világ, na az csak azért leült az űrgelt. Úgy tudtam, hogy furcsák ezek az orkokba, azok, de egy ilyen beteg állatot rááll a ló hátára, így akar elindulni. Ott van! Asztalot is lehet ütni a lóról! Hogy kell futni? Ja, ez ugrás. Ott egy nyuszika! És leütöttem, ez az! Akkor most az ilyet elő kéne venni. És azzal lehet íjazni is. Na várjatok, a célkereszt ki van véve, úgyhogy egy kicsit nehéz. Talán... Jó. Orkis Warhammer, az kell ide. Inkább gyere, vedd már elő! Vedd el az Orkis Warhammert! Meg fog halni a ló. Na. Gyerünk már, bazd meg! Hát ilyen a világon nincs! Tolas, ne a vízbe! Idióta, hülye ló, hát ezzel nem lehet menni! Hát milyen autó ez? Jó, mindegy, futás. Nyomd be a turbót, lovacska. Ezzel majd lehet vágtázni, én úgy tudom. Ja igen, az alt. Altal, aha, jó. Nem mindegy, ezek a... Ez mi ott fönt? Atya úristen, ez egy szellemfarkasa van ennek a csajnak. Na mindjárt utána megyünk, valakit nagyon üldöz. Rábaszok egyet a térdére. Lovacskáról szálljunk le, mert meg fog halni Csóringer. Vagy inkább én, bassza meg. Jó, itt van valaki. Egy űrge. Na. Jajaj. Vedd már elő, vedd már elő ezt a rohadt varázslatot, hát mi a faszra válsz? Komolyan mondom, hihetetlen ez a játék. Hát egyszerűen nem érzékeli a billentyűket, lenyomott billentyűt. Viszont azt hiszem ez a farkas érzékelni fogja a kalapácsomnak a végét, amikor belelandol a pofájába. Mondjuk ez ilyen szellem, tehát nem tudom, hogy mennyi esélyem van leütni, de megpróbálom. Ez nagyon erősnek tűnik ez a néni. Lehet, hogy inkább először egy kicsit meggyújtom. Adok neki egy kis tüzet. Ja, kifogytam a manából. A lovacskám leüti! Hát megöli a ló! Gyerünk, Lesszi! Öljed meg! Ez a mellébe ment, bazd meg. Nagy már rákos legyen, most már mindegy. Oké. Ennél nem volt semmi. De volt, várjátok, volt egy hadsereg. Zombis, staff. Mi a faszom? Most ellenem fordult el, te rohadt korcs! A kurva anya! Mi a faszom? Hát nem bírom megölni a saját lovamat! Nézzétek, már kettőt beleütöttem és meg se érzi!
Na, megnyugodtál, te rohadt korcs. Nem szerettem a lovagat, soha nem bízok meg bennük. Látjátok, és okkal. Na, gyere ide, lovacska, felszállok, okos. Gyere ide, jó? Kibékülünk? Na, léci. Ne haragudjál, mert nem akartalak kétszer fejbe baszni. Oké, haverok vagyunk, na. Mehetünk. Menjünk visszafele, mert ez elég veszélyes útvonal volt, lehet, hogy másfele egy kicsit könnyebb lenne. Úgyhogy próbálkozunk arrafele, ezen az úton. Ezek a sok vadállat, meg minden szarbaz, meg annyi van belőlük, mint az állat, komolyan mondom. Ezeknek viszont jól, ha leszedjük a bőrét. Hú, milyen szép az ég, mi? De durva. Oly szép grafika. Az szép, na. Most meg repül a ló, bazd meg! Mi ez a játék? Hát ezt egyszerűen nem értem, bazd meg. Ez elvileg a Legendary Edition az... Itt minden bugnak ki kéne lennie javítva, lennie. Hát... Úgy néz ki, a fejlesztők valamit azért mégse csináltak jól. Ha ilyen szar. Hát mindegy. Menjünk. Keresek valami kalandot. Mami, megjöttem, hazaértem! Na, lepattanunk innen a kocsiról. És szépen bejönk ide az épületbe. Hall of the Dead, atya világ, ez valami nagyon durva hely lehet. Jobb, ha fölkötöm a gatyát. Itt komolyan mondom, még egy faluba is bemész, még ott is meg akarnak ölni. Látod, ez a szemétláda is bazd meg egyből előrántja a kartot, és fejbe akar ölni. Talán sikerül megölnöm, én kezdtem hamarabb ölni. Ugye én voltam a jobb. Aha, hát meghal ez az űrge most már. Szerencsém van. Ó, és nem is akárhogy! Leszakadt a karja! Hát ez az orkürge, ez nagyon beteg, egy kicsit vérengzős. Jó, lopjunk el minden mozdíthatót. Ezeket is szép. Mi van? És mi a fasz van? Ja, le akar ülni az űrge. Hát jó sokáig gondolkodott rajta, hogy mit csináljon. Ostoba ork, bazd meg, hihetetlen. Na szóval, ez mi? Wow! Fasza. Nem tudom, mi volt ez. Jó volt. Repetát az nem kérek. Kicsit aluszok egy kicsit, hogy... Hoppá, itt van egy űrge. Oh. Ja, csak meg akartam nyújtani a fákját, hogy tovább bégjen, bazd meg. Nem kell ilyen komolyan venni. Itt a temető, gyere, jó helyen vagyunk, mindjárt be. Be is feküdhetsz az egyik sírba, öreg. Na, nem veszed elő? Mi van? Ez az. Jaj, ez zürge, ez nagyon erős. Ez valahogy el kell futni előle. Meg fog ölni ide a hegyre. Hú, ez az. Ki lehet fizetni a lóvét. Mi van? És megyek a sír... Ja nem, itt már nincs itt. Jó, oké. Ügyné, szépen ellopjuk ezeket. Ez kell. És bemegyünk ebbe a Rájárznak a hosszú házába. Megnézzük, hogy mi itt a helyzet. Kíváncsi vagyok. Milyen emberekkel lehet itt találkozni, stb. Há, itt egy kemény űrge. Elég nagy képűnek tűnik. Na, mivel öljük meg, srácok? Először is vegyük el a... Ancient Nordar robot. Hú, ez az űrgenek nagyon szép páncélja van, ezzel inkább nem akarok baszakodni. Hát, az is keménynek tűnik. Talán itt bent találunk egy ártatlan, védtelen nőt. Akit a level 3-as karakteremmel meg tudok ölni. Vagy valami gyereket, ilyesmit. Á, itt van. Nem tudom, hogy ez férfi vagy nő, de ez tökéletes lesz. Viszont... Akkor be kell menni ide, hogy ne lásson. És akkor stealthből nagyobbat tudok sebezni.
Rohadék. Jajaj. Ajaj. Ajaj. Már a fejből kiáll a nyíl. Még egy fejes. Na gyere te köcsög. Jaj, nem neked akartam mondani. Nem neked mondtam, hogy köcsög, csak... Csukd be azt a rohadt ajtót. Túszul ejtettem, bazd meg, ha bejöttök, meghal! Mondom, meghal! És talán meg is tudom őket ölni, ha ide beszorulnak. Ez az, jó lesz. Bevágolt a játék, nem bírnak ide jönni ezek a faszfejek. Jaj, elszóltam magam, bazd meg! Ennyi volt. Game over, Skyrim vége. Kijelentkezem.